Sziasztok, Kressz vagyok, és hogyha ti is azzal a problémával szembesültök, amivel én ezelőtt, mégpedig azzal, hogy akárhányszor a pandát újraindítjátok, nem menti el a neveteket, illetve azokat a beállításokat, amit in-game beállítotok, akár bindet, akár mit, akkor itt egy gyors videó, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Először is menjetek be abba a lemezetekbe, ahol található a Mits of Pandariás voltok, és a file-ra, tehát maga a mappára, amiben van a játék, nyomjátok rá a Properties, vagy magyarul tulajdonságra, és itt a Read Only-t azt vegyétek ki, és nyomjatok egy Apply-t. Tehát ez azt hiszem úgy van a magyar, hogy olvasás, csak olvasás. Apply, és itt amikor megkérdezi, akkor válaszátok ezt, hogy Apply to change this folder, subfolders and files, szóval az összes file-ra és subfile-ra ez legyen meg így. Apply és OK. És innentől tulajdonképpen meg is van olvasol a probléma. Nekem így működött, és ezentúl elmentette az összes bindemet, illetve beállításomat. Ez ilyen egyperces videó lett volna, csak azért töltöttem fel, mert tényleg írtátok már kommentbe is, hogy nem menti el a bindjeiteket, meg az ilyesmit, és egy ilyen ilyen gyors megoldás az egész, tehát ki kell venni azt, hogy ne legyen csak olvasható, mert hogyha csak olvasható, akkor a maga játék nem írhatja át a játéknak a fájlait, ergo nem tudja elmenteni a mentéseiteket, szóval, ja. Köszönöm, hogy nézitek, és remélem, hogy akkor, aki pandázik és ezzel a problémával szembesült, annak most megoldódott. Illetve remélem, hogy tetszik a sorozat, amit előbb egy hete elkezdtem, és nagyjából mindjárt vége van. Úgyhogy, sziasztok!